Sámuel első könyve, 11. rész. Saul legyőzi az ammóniakat. Fölvonult az ammóni náhás és tábor jáb Jábés Gileáddal szemben, de Jábés polgárai ezt mondták náhásnak, kös velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. Az ammóni náhás azonban ezt felelte nekik. Csak akkor kötök veletek szövetséget, ha kiszúrhatom mindjájatoknak a jobb szemét, és ezzel gyalázatot hozhatok egész Izraelre. Jáb és vénei ezt mondták neki, adj nekünk hét nap haladékot, hat küldjünk követeket Izrael egész területére, és ha senki sem jön segítségünkre, akkor megadjuk magunkat neked. Így érkeztek meg a követek Saul Gibeájába is, és elmondták a történteket a nép előtt. Akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni. Saul pedig éppen a mezőről jött ökrei után. Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír és elbeszélték neki jáb és polgárainak a dolgát. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta két jármosökrét, földarabolta azokat, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel. Így fognak bánni annak az ökrével is, aki nem vonulhatba Saul és Sámuel vezetésével. Ekkor az úr rémületbe ejtette a népet, és az egyemberként kivonult amikor számba vette őket bezekben, Izrael fiai ezren, a júdaiak pedig ezren voltak. Akkor ezt mondták a követeknek, akik hozzájuk érkeztek. Mondjátok meg a jáb és gileádiaknak, megszabadultok holnap, míg a déli forróság előtt. A követek elmentek, megvitték a hírt Jáb és Gileát polgárainak, azok pedig megörültek. Majd ezt üzenték Náhásnak, Jáb és polgárai. Holnap megadjuk magunkat nektek, és azt tehetitek velünk, amit jónak láttok. Másnap három seregre osztotta Saul a hadinépet, és a reggeli őrváltás idején betörtek a táborba, és vágták az ammóniakat egészen délig. Akik életben maradtak, úgy szétszóródtak, hogy kettő sem maradt közülük együtt. Akkor ezt mondta a nép Sámuelnek. Ki mondta azt, hogy nem lesz Saul a királyunk? Adjátok ide azokat az embereket, hadd öljük meg őket. De Saul ezt felelte. Senkit sem szabad megölni ezen a napon, mert szabadulást szerzett ma az Úr Izraelnek. Sámuel pedig ezt mondta a népnek. Gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. Elment tehát az egész nép Gilgálba, és királyjá választották ott Sault az Úr színe előtt Gilgálban. Azután béke mutattak be az Úr előtt, és nagyon örvendezett ott Saul minden izraelivel együtt.